Autók sorakoznak a műszaki vizsgára várva. Közeleg a június 30-ig szóló türelmi időszak vége, így sok embernek meg kell újítania a lejárt műszakiát gépjárművén. Nem megfelelő állapotú autóval veszélyes ez utakon közlekedni, vallja a szakember. Antal Zoltán szerviz tulajdonos elmondta, egyre nagyobb tumultusra számítanak, ugyanis az emberek szeretnek kivárni az utolsó pillanatig. A vizsgálóállomások zöme, hát úgy gondoljuk, hogy azért ez nem egy igazán jó döntés született ebben. Ugye mert a lejárt okmányok azok rendben vannak, de ugye ezek a műszaki állapottól függetlenül közlekedő járművek most, ugye ezek azért közúti balesetet is okozhatnak, holott ezt ugye nem biztos, hogy átgondolták rendesen a döntéshozók, és most ugye, mivel hogy ezt június 30-ával meg szeretnék szüntetni, meg is szüntetik, ugye gyorsan kérném a gépjármű tulajdonosokat arra, hogy ne egy szuszra tömörüljenek a június második felébe, hanem ugye a vizsgáló állomásokon próbáljanak időpontokat egyeztetni, mert ugye nagyon sok az az autó, amin elmaradt a műszaki. És egyszerre nem lehet megcsinálni a műszakit. Egy szuszra ugye a kapacitás hiányában. Hozzátette, a műszaki vizsgáztatás időigényes folyamat, így ha valaki az utolsó pillanatra halasztja, lehet, hogy sokat kell majd várnia. Egyéb javítások mellett pedig pluszköltséggel is járhat a folyamat. Az időpontot egyeztessék a vizsgálóállomásokon, hogy ugye ne legyen tömörülés, mert ők sem biztos, hogy nem azért akarják megcsinálni, mert nem akarjuk, hanem mert ő aznap már tegyük fel a 15-dik, a 20-dik, és ugye képtelenség fizikálisan ugye elvégezni. És ugye én úgy gondolom, hogy az elmaradt vizsgáknak a darabszáma körülbelül egy ilyen 30%, az, ami ebbe a két hónapban egy kicsit begyűrűzik. Akik elhalasztották ezeket a műszaki vizsgákat, hát a zömének, ugye az autónak az állapota, vagy a gépjármű állapota, ugye azért nem elhanyagolható, és ugye azok nem akartak rá költséget, vagy költséget tenni, és azok mind elhalasztották. Most ugye porul járnak, mert ezt ugye vagy megjavítatják, és be fogják vasalni rajtuk ezt az elcsúszást. Műszaki vizsgálat alkalmával a gépjárműnek tökéletesen meg kell felelnie a biztonságos forgalomban való közlekedés minden szempontjának. Ugye azt azért tudni kell, hogy egy műszaki vizsga az nem csak arról szól, hogy a vizsgáló állomás jól lehúzza a gépkocsi tulajdonosokat és elkérik a nagy pénzt, hanem ugye globálisan egy teljes átvizsgálás tartozik hozzá, ami ugye a két rendszám között van, ugye a járművön, az ilyenkor természetesen minden át van vizsgálva. Tudunk ugye állapotó felmérést csinálni nem is, hanem hát a vizsgálatot végzünk a futóműről, a fékberendezésekről, ugye egyéb világító jelzőberendezések, biztonsági technikához, amik tartoznak, és ugye esetlegesen ezekből valami hiányos, vagy nem megfelel a közlekedés szempontjából, akkor természetesen ugye felhívjuk a ügyfél figyelmét, hogy ezt meg kell javítani, és ugye ebből bármi is kilóg a sorból, akkor ugye nem kaphat érvényes műszakit. Külön átvizsgálási díjért ugye először átvizsgáljuk a járművet, annak van egy X forint díja, és ugye ahhoz tesszük hozzá a hatósági vizsgadíjat, és ugye az lesz a teljes, hogyha sikeres vizsgát tett. Ha nem lesz esetleg sikeres vizsga, akkor ugye az ügyfél nem bukott vizsgadíjat fizet, mondjuk tegyük fel most személyautó esetén a 16.290 forintot, hanem csak azt a 8.000 forint átvizsgálási díjat fizeti ki, és nincs bukott jármű. Elárulta, az esetleges hibák javítása érdekében célszerű a műszaki lejárati dátuma előtt 3-4 héttel elvinni az autót a szervizbe. Ugye mivel hogy egy pár éve egy jó döntéssel hoztak olyat, hogy az ügyfél ugye a lejárat előtt 30 nappal ha hozza, ugyanazt a dátumot kapja meg, mint ahogy lejárna. Na most ha ő ebben 30 napban jelentkezik ugye a gépjárművel, és esetleg még sem sikerül a vizsga, hogy beszéltük, akkor még a lejártáig bőven van idő ugye felkészíteni a járművet. Fontos tehát a személyautók rendszeres ellenőrzése. A nem megfelelően karbantartott jármű nem csak a tulajdonosára, de a forgalomban résztvevő összes szereplőre veszélyt jelenthet.